Sziasztok, Geri Zsi vagyok, ez pedig a megújuló Playdomnak a videós rovata, amiben ezúttal egy unboxing videót fogtok látni, amelynek témája, illetve tartalma a PlayStation 4 legújabb kiadása, ami a múlt héten megjelent Star Wars Battlefront kapcsán került most a boltok polcaira, Európában is, illetve hazánkban is. Ebben pedig a PlayStation 4-nek egy 1 terabájtos változata, annak is egy speciális Darth Vader-es dizájnú kiadása található, ugyanez érvényes a DualShock 4 kontrollerre is, az is egyedi dizájnt kapott, illetve nyilván a konzol mellett megtalálható maga a játéknak a lemeze is, valamint a dobozban a szokásos perifériák mellett találunk még négy régi játéknak a kódját, amiket szintén PlayStation 4-et tudunk beváltani. De ne is szaporítsuk tovább a szót, nézzük, mi van a dobozban. Kis céleszköz, nem árt, hogyha van. Lássuk, most leszúrjuk Darth Vader-t. Átvágjuk a gigáját. Beleteszem. Van benne egy fehér doboz. Ez már nem is kell. Aha. Cselesek, Sonyéknál kettőre zárták a dobozt. De rajtunk nem fognak ki. Na, gyere ki, mert bemegyek szinted. Azaz. Megint ilyen moduláris megoldást választottak, vagyis minden apró kütyű egy külön önálló dobozban fog leledzeni. Vagy mégse, na nem baj. Kábelek. Még mindig kábelek. Miért már kábelek? És itt van a headset is hozzá, mert az anélkül nincsen PlayStation. Amit ugye tudjuk, a DualShockra lehet majd rá applikálni. Ja. Kihúzzuk az egyik lényeget. Ez pedig nem más, mint az agyon becsomagolt. Ugye, de már nem sokáig. A DualShock 4-nek a Darth Vader Edition változata. Ami... ez nagyon vicces. A tapi padon tele van Star Wars logóval. Ez az egyik érdekesség. A másik az, hogy miért piros-kék, ezt mondják meg a rajongók. De a két analóg billentyű az... Sziasztok, Regmes vagyok, azért piros-kék, mert a birodalom az ugye piros színű fénykarddal felszerelt sziteket tud a maga oldalán, a felkelők pedig kéket. Na, ma is vagy tanultam. Más színűt, de nem pirosat. Na hát szóval ennyit a kis kontrollerünkről, egész kis szépséges. Ja, ezt félre is tesszük, lássuk magát a konzolt, csak azt még először ki kell venni a dobozba. Most, hogy megnéztük, milyen a kontroller, nézzük meg, milyen maga a konzol. Egy óvatos, ám bár annál határozatlanabb mozdulattal megpróbálom innen kiaplikálni. Beakadt. Úgy. De leteszem. Hát akkor ne is a kontrollerrel, illetve a konzollal kezdjük, hanem egy Deluxe Edition Battlefront-tal. Amire rá van írva, hogy not to be sold separately. Úgyhogy ezt nem adjuk el. És akkor kicsomagoljuk a konzolt is, lássuk. Természetesen ez is antisztatikus zacsi van, ahogy az kell. Ettől is megszabadultunk. Darth Vader figyel ránk vigyázó tekintetével. Így néz ki egy vérbeli Star Wars-os Darth Vader-es PlayStation 4 1 terabájtos konzol. Ami ezt leszámítva tök ugyanolyan, mint az összes többi, csak sokkal vagányabb. Na, szóval, ezeket lehet megtalálni a PlayStation 4-nek a Battlefront-os kiadásában. A konzol, a kontroller, a játék, véletlenül benne van a 4 kód is, illetve hát a perifériák, és mindez egy kimondottan vagány menő design kíséretében. Kipróbálni már most nem fogom, de azt majd holnap. Sziasztok!